Szeretettel köszöntelek benneteket itt az eredeti Fényzen templom gazdagréti gyakorlóhelyen, a mi kis mikroszangánkban. Néhány hete indultunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek az oltáravatóra, és mindenkinek köszönöm azt a segítséget, amit eddig adott a kis szanga létrejöttéhez, illetve amit majd a jövőben is nyújtani fogtok, ezt előre is köszönöm. Ádám mester megkért, hogy tartsak egy bevezetőt. Bár most már szerintem eléggé melegünk van, én azt gondoltam, hogy nem is egy bevezetőt tartok, hanem inkább egy bemelegítést, egy ilyen szemnyitó bemelegítést fogok kicsit tartani. Az régen az edzéseken is egy megtiszteltetés volt, amikor az edző valakit fölkért, hogy ő tartsa a bemelegítést. Ebben lesz egy kis elméleti rész is, azt is mindig nagyon szeretünk, akkor nem kell csinálni. Milyen nyilván nehezebb csinálni, mint valamit csak meghallgatni és úgy tenni, mintha figyelnénk. Most csinálni is fogjuk, de lesz benne egy kis elmélet is, amit gondoltam, hogy egy kicsit megosztom a gondolataimat veletek a látásról, a szemünkről. Szóval ez egy ilyen szemnyitó bemelegítés lesz, amit most tartok nektek. Na, kezdjük is el. Jól láttok? Biztos? Biztos? Jó, most mindenki csukja be a szemét, és amikor mondok, akkor nyissa ki. Nyisd ki. Csukd be megint. Nyisd ki. És közben is, hogy jól látsz-e. Csukd be. Nyisd ki. Szuper. Azt hiszem, hogy azt kijelenthetjük, hogy a szemünk, a látásunk a legfontosabb érzékszervünk. Az az, amit a leginkább félteni szoktunk, hogy elveszítjük a látásunkat. Attól, hogy megsüketülünk, nem fogunk tudni tapintani, vagy a szaglásunk, vagy az ízlelésünk elmegy, az szerintem kevesebb szer jön elő. A látásunkat féltjük. Tehát azt hiszem, hogy az a legfontosabb érzékszervünk. A szívszutra is. Nincs szemfül, ornyeltes, nincs szín, hangszag, ízszaglás. És azzal kezdik, tehát valamiért a szívszutra is úgy gondolja, hogy a szemünk, a látásunk talán a legfontosabb a sorban. Azt is szoktuk mondani, hogy a szenvedésünk eredete is abból adódik, hogy nem látunk tisztán, nem látjuk az önvalónk, az igaz önvalónk és az önképünk közötti különbséget. A vidja, az avidja okozza igazából a szenvedésünket, a nem jól látás, nem látunk tisztán. De milyen érdekes a látás, mennyi minden kezdődik és végződik vele az életünk. Csak ott azzal kezdődik, hogy kinyitjuk a szemünket, világra jövünk. Meglátjuk a világosságot, világra jön, ez is biztos összefügg. De az életünk is úgy ér véget, hogy lecsukódik a szemünk örökre, vagy valaki lecsukja, hogyha éppen úgy ér véget az életünk. De minden napunk azzal kezdődik, hogy kinyitjuk a szemünket, és úgy is végződik, hogy becsukjuk a szemünket. És tulajdonképpen minden pillanat egy szempillantással kezdődik, és egy másik pillantással ér véget. Érdekes, mennyi minden múlik a látásunkon, és az egész napunkat, az egész életünket, a mindennapjainkat mennyire áthatja. De vajon mennyire látunk tisztán? És képzeljük el azt, hogy egy őserdő közepére születünk, nincs ott az anyukánk, apukánk, aki megtanítsa nekünk, hogy mi a zöld, mi a virág, mi a fa, mi a szép, mi a jó, mi a csúnya. Csukjuk be újra a szemünket, és mintha egy őserdőben ébrednénk, senki nem mondja meg, hogy az mi. Nem ismerjük ezeket a kifejezéseket. Csukjátok be a szemeteket, és nyissátok ki. Megint csukd be. És próbáld csak úgy látni, hogy de senki nem mondta meg nektek, hogy az micsoda. És megint nyisd ki a szemedet. Érdekes lenne így élni, hogy nem mondták meg nekünk, hogy mi a zöld, meg a piros, meg a szép csúnya, fa, virág. Az a jó hír, hogy igazából a szemünk az ezért van. Azért, hogy tisztán lássunk. Ez egy csodálatos kis szerv, nagyon összetett, féltjük is azt. Testünk is úgy épül föl, úgy védi, óvja ezt a szervünket, van egy szemhéjunk, kötőhártya, a könyvmirigyek, tudjátok, hogy háromrétegű könyvfilm is védi a szemünket, tehát nagyon vigyázzunk arra, hogy a látásunk tiszta maradjon, ugye van egy gyönyörű szivárványhártyánk, pupillánk tágul, egy szemlencsénk, ami az élességet állítja, aztán jön az üvegtest, a csarnokvízzel, milyen érdekes, ez egy nagyon tiszta anyag. És a legvégén van a legizgalmasabb, ami valójában a látó szervünk, ugye a retina. És amikor nézünk, látunk, semmi más nem történik, mint a valóság rávetül, rátükröződik a retinánkra. Nem tud más lenni, az egész szemünk azra van kitalálva, hogy a valóságot oda tükrözze a retinánkra. És aztán a kis látó idegvégződések ezekkel a fotoreceptorokkal ezt fölfogják, és aztán a látóidegek továbbítják az agyba. Ugye eddig nem is lenne semmi baj, na de az agyunk. Az bizony képet alkot. Az fogalmat alkot, megkülönböztet, és aztán eltárol.
Tehát a látásunkkal nincsen semmi baj. A tudatunk az, ami létrehoz ebből mindenfélét. Tehát igazából nincs is semmi dolgunk, csak használni a szemünket rendeltetésszerűen. Úgyhogy most próbáljuk ki ezt, hogy becsukjuk a szemünket, és amikor kinyitjuk, nem hozunk létre semmit. Csak látjuk, ami van. Amúgy nem nevezzük el, csak látjuk. Jó, csukd be a szemed egyszer, nyisd ki. Csukd be. Nyisd ki. Csukd be. És nyisd ki. Azt ajánlom, hogy vigyázzatok a látásotokra. Ha valami belemegy a szemetekbe, óvatosan szedjétek ki belőle. Hogyha úgy látjátok, hogy nem látok elég élesen, menjetek optikushoz, csináltassatok egy jó szemüveget. Hogyha nagyon süt a nap, akkor vegyetek napszemüveget, óvjátok a látásotokat. Azt kívánom nektek, hogy lássatok tisztán minden pillanatban, ne hozzatok létre semmit, menjetek tovább egyenesen előre, világosodjatok meg, és mentsetek meg minden itt a szenvedéstől. Jó gyakorlást kívánok!